Eddig soha életemben nem hajóztam, de most garantáltan kiderül, hogy tengeri beteg vagyok-e, hiszen itt állok az Adriai tengerpartján egy jacht kikötőben, és egy hatalmas katamarán vár rám. Irány a fedélzet! Az első mondataim egyike az szokott lenni, hogy a hajó nem szálloda. Ha valaki egy hétre beköltözik egy ilyen vitorlás jachtra, és együtt akar meg tud élni a hajózással, akkor először is azt kell megtanulnia, hogy milyen eljárások követendők a hajó elindulásakor, meg a kikötéskor, a megérkezéskor. Mert ugye egy ekkora hajót minimum 4 ponton kell fixálni ahhoz, hogy biztonságosan megálljon. De ha elindulunk, mind a négyet el kell kötni. Elhangzik az utasítás, hogy kötél be, akkor az a dolgod, hogy a rögzített vége felől a kötelet elkezdett behúzni. Elég nehéz a kötél már, hogyha vizes, és elég nagy része vizes lett, úgyhogy nem egyszerű. Amikor elindulunk, azt a hátsó kötél eloldását megcsináltad tökéletesen. Most a másik feladat következik, amit megint csak mindig indulás előtt meg kell csinálni. Az orrkötél eloldása. Amíg a kormányos azt nem mondja, hogy orrkötél le, vagy múrin kötél lesz, addig ezt így tartod. Azért, mert lehet nagy szél, ami eltolhatja az hajó orrát, aztán ráfordul a partra, és baj lehet belőle. Eddig tartod. Amikor elhangzik az utasítás, hogy orrkötél le, akkor az egészet ledobod a vízbe, tehát hogy ez a kötél itt marad. Orrkötél le! Rendben! Az orrkötél lent van. Köszönöm, indulunk! És indulhatunk is, ha behúztuk a pallót. Dans la sombritude de l'amour, prenons juste un aller sans retour. Allez viens. Non, ne rate pour rien. A horvátok tengeri infrastruktúrája, kikötői infrastruktúrája, a jachtkikötő kiépítettsége magasan legjobbak közé tartozik, nem csak Európában, hanem a világon is. A tengervíz tisztasága, kikötők tisztasága, egyáltalán az a mód, ahogyan a horvátok vigyáznak a tengerre, és amilyen környezet tudatosan élnek, és fogadják a vendégeket, az mind-mind az ő előnyeik közé tartozik. Úgy hívják a hajót, hogy Lagoon 400. A 400-as azt jelenti, hogy 40 láb hosszú, 12 méter hosszúságú körülbelül a hajó, 12 méter és katamarán, tehát két testű. 14-16 személy fér el rajta, hatalmas nagy hajóról van szó. Az önsúlya személyek nélkül, rakomány nélkül legalább 20 tonna. Ez azt is jelenti, hogy rendkívül lassan és lomhán mozdul a kormány mozdulatokra, amit mindjárt ki fogsz próbálni. Más a vízi kressz, mint a szárazföldi kressz. Itt nem aszfalt csíkokon közlekedünk, hanem vizen, ami eredetileg úgy tűnhet, mint hogy könnyebb lenne, mert vízen megyek, nincs kijelölt sáv, majd lesz valahogy nem, sokkal szigorúbbak a közlekedési szabályok. Egy, iránytartás. Kettő, sebességet mindig a megfelelőt az út, szél és időjárási viszonyoknak megfelelően kell megválasztani. Három, nagyon oda kell figyelni arra, hogy itt keresztbe kasul jöhetnek. Kormányozza élesbe. Jó. Viszont, amikor már úgy érzed, hogy a hajó most már kezd el visszaszedni a kormányt, mert be fog állni magát. Most akkor adjunk neki egy kis gázt például.
10-12 csomóval, ami azt jelenti 18-20 kilométeres sebességgel tud menni a vízen ez a hajó. Kicsit figyelj oda, kérlek, mert neked adtam a kormányt, az azt jelenti, hogy te vezetsz. Most érkeztünk meg egy fekete kajdó telephez, ahonnan az ebédünket fogjuk beszerezni. Itt tenyészik egyébként a világ egyik legjobb minőségű kajdója, hiszen itt egybefolyik a sós és az édes víz. A megvásárolt kajdót egy kis csónakon fogják nekünk kihozni, frissen, a tengerből, ki se kell szállnunk a hajóból. Megvan az ebédünk, 5 kg fekete kajdó. Bármilyen hajót ki lehet bérelni. Általában, amit a leginkább szeretnek magyarok kibérelni, az vagy ilyen katamarán vitorlás jacht, mint amilyen mögöttem látható, vagy egytestű vitorlás jachtok. Azért ezek a legnépszerűbbek, mert a vitorlázás nem csak sport, hanem egyáltalán egy különleges életérzés. Azon kívül, hogy mindenét megmozgatja az embernek, az agyán és a testén kívül még a gondolatait is, ezen kívül rendkívül kellemes feelinget ad. Frissen fogott kagylókat a hajón fogjuk elkészíteni, de előtte ledörzsöljük róla a moszatokat és az algákat. De vannak olyan korallok, amiket nem tudunk leszedni, ezért ez rajta marad. Biztos benne, Mr. O'Brien, hogy ki fogja állni a próbát? Kisasszony, lehet, hogy ön nem ismeri a jelszót. Csak a pufin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot. Ismétlem, csak a pufin ad neked erőt és mindent lebíró akaratot. A magyarok nagyon is jelen vannak Horvátországban. Turistaként 600-700 ezer ember jön ide minden évben nyaralni. A közelség miatt ide szokott a magyar nem csak turistaként, hanem vitorlázóként is, meg hajózóként is. Olyannyira, hogy az én jelenlegi információim szerint több mint 6000 magyarnak van saját jachtja Horvátországban. Kezerában vagyunk, amely a Sibeniki szigetvilághoz tartozó Murter szigetén található. Jelenleg a településhez tartozó marinában, vagyis jachtkikötőben kötöttünk ki, ahol rengeteg magyar érdekeltségű hajó van. Még csak reggel 10 óra, de már is 7 ágra süt a nap, úgyhogy indulok is napozni. Vitorlás kalandtúrákat viszünk ezen a tengeren, gyakorlatilag az ország egész területén bárhonnan indulhatunk. Bárhova meg lehet érkezni. Egyirányú túráktól a bázis kikötőbe való visszatérő túrákig mindenfélét csinálunk. Ez azt jelenti, hogy amíg a hajón vannak az emberek, addig megtervezzük nekik a programot, ellátjuk őket, és mindent, amit egy ilyen túra alkalmával lehet csinálni, ezt megcsinálunk. Tehát a még vízi síjjel tettem is már embereket, még azt is lehet, jetskizni is lehet, a hajót vezetni, megtanulni is lehet nálunk. Stilizált vagy imitált kalóz támadást is meg tudunk rendezni, ilyet is rendeztünk már cégeknek. Csapatépítő tréningeket is szervezünk, magán és céges rendezvényeket egyaránt. Leghangulatosabb és legromantikusabb városkájába érkeztünk, Primostenbe, hiszen a több száz éves dél-olasz stílusú kőházak mellett a hely hangulatát az adja, hogy a sziget szinte teljesen szabályos kör alakú közepén egy templom van.
Ez a szerszám, amit itt a kezemben látunk, ez egy régi tengerészeti, több száz éves hagyományokkal rendelkező, meg formával rendelkező tengerészeti távolságmérő körző. Ezt letesszük az egyik végét, az egyik szúró végét oda, ahol most vagyunk, a másik szúró végét pedig oda, ahová igyekszünk körülbelül. Ezek a bizonyos rovátkák, amiket itt látsz, ezek egy tengeri mérföldet jelentenek, mindegyik egy tengeri mérföld. 14 mérföld, tengeri mérföld lenne a távolság akkor, hogyha légvonalban tudnánk közlekedni, magyarul a szárazföld felett. De hát ugye a hajónak pont az a sajátossága, hogy nem tud légvonalban közlekedni, tehát egy ilyen nagy ívet kell itt a szigetek mellett elhaladva leírni. Ez azt jelenti, hogy a számolt 14 tengeri mérföldhöz nyugodtan hozzáadhatunk még 2-3 mérföldet, az 17 körülbelül, vagy 18 mérföld. Ez a hajó kényelmesen 6-8 csomóval, azaz 6-8 tengeri mérföld per órával megy. Tehát mennyi idő alatt fogjuk szerinted megtenni ezt az időt? Azt mondjuk 18 tengeri mérföldet akarunk menni, és 6-8-at tudunk menni. Mondjuk azt, hogy 6-ot menjünk szép kényelmesen óránként, akkor az 3 óra, igaz? Beleszeret a hajózásba, szívesen lenne hajó birtokos, hajó tulajdonos, akkor megszervezzük neki azt, hogy új vagy használt vitorlás vagy motoros, egytestű vagy katamarán jachtot segítünk megvásárolni, adott esetben hitelt is szerzünk hozzá, vagy szervezünk hozzá, valamennyi saját tőke mindenképpen kell, de a hitelt is meg tudjuk hozzá szervezni, és ha valaki befektetési céllal vásárolja a hajót, akkor azt is megszervezzük, hogy a hajója évente körülbelül 20-24 héten keresztül bevételt termeljen, magyarán a esetlegesen felvett hitelt is kitermeli a hajó, és még azon felül, meg a költségeken felül saját hasznot is termel, tehát mindenképpen pozitív szaldóval tudja a mérlegévet zárni. Hey fellas! Look what I found in my pocket! Look! A year's salary right here! What I call them? Fun coupons! Aki Horvátországba látogat egy hagyományos tengerparti szállodás kirándulós nyaralásra, biztos lehet benne, hogy jól fogja magát érezni. De annak sem kell aggódnia, akinek esetleg van pár száz befektetendő vagy elköltendő milliója. Az, hogy mire költi a pénzét, csak rajta múlik, hiszen a repertoár, lássuk be, elég nagy. Például vehet egy ilyen luxus katamaránt, esetleg egy szállodát, vagy éppen egy ilyen pici szigetet az Adrián.